És pózz ki. Mire nem jó? Na, sziasztok! Képzeljétek el, hol jártam. Ügyeleten. Most én voltam Krisztófer helyett. Itt nagy takarítást kell majd végezni, ugyanis Krisztófer lehányta a szőnyeget, egészen pontosan idehány, föl lett törölve, de ki kell mosni a szőnyeget, még nem volt rá időm. És persze ma nincs is olyan idő, hogy tűzne ragyogna a nap. Mindegy. Kávéról lemondtam. Nem nagyon iszok kávét az a helyzet. Miért? Ja, mondom, mi a franc ez? Méreg? Hát kapitól kaptam folyékony mosószert, én meg nem tudtam most elképzelni, hogy mi ez, de szerintem az. Na, hát képzeljétek el, hogy jártam. Hiányzik a kávé íze. De most nem fogok inni, mert az az igazság, hogy milyen nap van? Csütörtök, szerda éjjel. Tehát nem most csütörtök éjjel, hanem szerda éjjel. Fölébredtem. Este Krisztófer hány. Annyira felcsesztem az agyam, ugyanis nem tudom, hogy mennyit beszéltem nektek róla, leszokott az anyatejről, hogy mondhatjuk azt, még vannak ilyen utalások rá, hogy ő valaha anyatejes volt, mert azért el nem felejti 100%-ba, de nem kell neki cici az elalváshoz, szóval, hogy tök nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt tartunk, és soha nem gondoltam volna, hogy február, március, április, 27 hónap kellett ahhoz, hogy leszokjon. És ez tök jó amúgy, hogy leszokott, mert képzeljétek el, hogy szinte végig alussza az éjszakát. Szóval, hogy föl kell, de megsimogatom a hátát, és egy 30 másodperc alatt vissza tudom altatni. Most majdnem azt mondtam, hogy vissza tudom hallgatni. Vissza tudom altatni. És ez egy rohadt jó dolog. Közben aput meg kéne kérdezzem, hogy Krisztófer hol van, de ahogy látom a Bekit, hogy ugrál, biztos a pipiknél, ott meg lehet. Nézd, a Beki meg fölmászik, nézd meg! Fölmászik a kerítésre, hogy bemenjen. Hát ilyet még nem értem te. Hát ez beszarás, ez a kutya. Na. Addig küszködik, míg be fog mászni. És ez tök jó nekem amúgy, hogy most már így alszik. Milyen itt a fejem? Hát mérhetően baromi jó így az éjszaka. Mondjuk egy nagyobb ágy jó lenne. Mondjuk van, amikor a helyén alszik. Egy matracot kellene vennem az ő fehér ágyába, mert ami van, az kicsi. És vékony is. Tehát én azért egy vastag, egy legalább 10 centis matracot szeretnék. Úgyhogy azzal már azért el tud lenni az ember. Na, és szóval, hogy jók most már az éjszakák tényleg. Tehát én már nagyon örülök neki, hogy elértük ezt a szintet. Ez a Beki, ez valami beszarás. Hát mit tud killódni? De hol a Krisztófer? Pillanat, mert nem jön elő. Kiko! Krisztófer!
Mindjárt megnézem. Nem igaz, bassz meg. Na, hát akkor innen folytatnám erről a helyszínről. Nem tudom pontosan, hogy merre fele tartottam így a sztoriba. Hát ugye azt meséltem a Christopheres, vettem magam tök főzelékkel, de hát most jó lesz az úgy. A Christopheres sztoriban, hogy tök jól lesz szokott, és képzeljétek el, hogy annyira jól alszik, hogy, de ezt is mondtam, mindegy, azért még egyszer elmondom, mert nagyon örülök neki, hogy ez a pikpak vissza tudom altatni, ez számomra annyira hihetetlen, hogy nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon. Én komolyan mondom, hogy én nem gondoltam soha az életemben, hogy a Christopher egyszer le fog szokni, és tényleg itt fogunk tartani, ahol tartunk. Én nagyon örülök neki, úgyhogy ez egy annyira pozitív dolog most számomra, hogy nagyon jó. De azért ennek is megvoltak a nehézségei, szóval az első pár nap az hányással telt konkrétan, bár mondjuk lehet, hogy ma hányni fog, mert képzeljétek el, hogy minden második nap hány. Pénteken hányt, szombaton nem hányt, vasárnap hányt, hétfőn nem hányt, kedden hányt, szerdán nem hányt, van csütörtök van, úgyhogy gondolom hányni fog. De nem tudom, hogy ez miért van. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy sok a sava, vagy nem bírja úgy, azért eddig sok anyatejet ivott meg minden. Mert ugye narancslétől, meg az almalétől, tehát ittam szűrt almalevet, és az olyan büdös, mocskos sok savat csinált, hogy még én is rosszul voltam. Úgyhogy mi van még? Várjatok! Ja, ez igen. Na. És szerda éjjel, szerda este lefeküdtem aludni, akkor hányt a Christopher. Megint fölcsesztem az agyam, hogy de mi lehet a baja, hogy miért hány. Az a baj velem, hogy én egy annyira olyan ember vagyok, hogy mindig a legrosszabbra, tehát bármi adódik, bármilyen esemény, vagy én egyből tuti, hogy például most, ja most nem mondom el, mert már akkor nem lelövöm a poént, na, de tök mindegy, ha nekem fáj a hasam, akkor tuti, hogy vakbél és meg kell műteni, vagy akármilyen. Szóval mindig a legrosszabbra. És annyira felcsesztem az agyam ez miatt is, meg annyi minden, rengeteg minden van itthon is, meg tényleg most úgy érzem, hogy egy ilyen rohadt nagy szar szériába vagyok, ami egyelőre vége láthatatlan, és nem tudom, hogy mikor lesz jobb a helyzet, de mindenféle, tök mindegy, hogy mire gondoltok, vagy milyen, mindenféle szempontból. Christophernek semmi nem jó, nagyon nem jó szó a nyűgös, hanem úristen, hát amit csinált, amit meséltem nektek a kórházba, hát az. Azt csinálja itthon is. Ne vegyem le a cipőjét, ne vegyem föl az okniát, ne vegyem le a kabátját, ne adjak rá pelenkát, ne is vegyem le, ne is. Szóval, hogy semmi nem jó. És ez nem nyőszörgéssel, hanem ilyen eszeveszett üvöltéssel komponálja még. Na mindegy, borzalmas a helyzet. Most a virág hívott, azért szakadt meg. Na. Szóval elég sok stressz ért az utóbbi időben, és képzeljétek el, hogy a szerdai napom az úgy telt, hogy ugye amikor a Christopher rosszul lett, utána lefeküdt, mert már elaludt, de én rám is rám jött ez a hányinger ilyen irdatlan módon, de nem hánytam, csak folyamat hányingerem volt, és elaludtam, aztán fölébredtem, és éreztem, hogy eléggé kalapál a szívem. De ilyen már máskor is volt, úgyhogy nem is foglalkoztam nagyon vele. Aztán
aztán még egyszer felébredtem, és megint, és még egyszer, és megint, és akkor egyszer mondom, mikor felébredtem, mondom, most már kimegyek pisilni. És akkor még jobban elkezdett verni a szívem, és ráraktam a kezemre a véroximér, de tehát annyira durván, hogy ez már tényleg ijesztő volt, és nem hiszitek el, ráraktam a kezemre, és 200 volt a véroxigén, vagy a pulzusom. A véroxigénem leesett 82-re, és 200 volt a pulzusom. Hát én ilyet az életemben még nem. Volt már 158, vagy ilyesmi, de 200, hát az rengeteg. És zsibbadt a bal kezem. Most ezt a zsibbadást, ezt ne úgy képzeljétek el, nem volt annyira erős zsibbadás, de éreztem, hogy így bizsereg. És akkor azonnal felébresztettem a Virágot, mondom, nagyon szarú vagyok, mit csináljak, szerinte hívja, 200 a pulzusom, bla bla bla, persze ilyenkor még rá is parázok a dolgokra. Aztán végül aput is felébresztettük, és akkor kérdeztük, hogy mit csináljunk. Aztán ahhoz képest elég nyugodt volt mindenki, hogy nekem 200 volt a pulzusom. Én biztos mondtam volna, hogy mentőt, mentőt. Ők meg, apu meg így ült, azt mondta, hát nem tudom. És akkor mondta, hogy meg fölbasztad meg az agyad, meg izé. Ez a sok stressz, meg minden. És akkor elkezdtem, én ilyenkor mindig fogat mosok. Nem tudom, hogy miért, ahogy rám jön ez a izé. A mentol megnyúl, nem tudom, de a Peti is mindig ezt csinálja, fogmosás. És az ilyen stresszlevezetés, a fogmosás. Aztán megmostam a fogam, próbáltam lassan mélyeket lélegezni, de azért ilyenkor baromi nehéz, mikor így ver az ember szíve. És akkor elkezdtem így mászkálni, szép lassan a házba, ide, oda, közben rajtam a véroxigénmérő, láttam, hogy lement 178-ra, akkor mászkáltam tovább, mászkáltam, megnéztem, 158, 154, és akkor próbáltam még jéghideg vizet inni, de közben az volt a rossz, vagy a bok. Ugye fura, hogy a közérzetem is szar volt, de már előtte, este is. Úgyhogy ezt nem tudtam így hova tenni. Na mindegy, aztán végül sikerült lenyugodnom annyira, hogy visszafeküdtem és elaludtam. De hogy az egész napom ilyen nagyon, nagyon rossz közérzettel telt, hogy gyenge voltam, nem tudtam beszélni, szar volt. És közben a pulzusom is ugyanúgy 128-148, sőt, amikor fekvő helyzetben voltam, akkor is a legalacsonyabb, amire lement, az 95 volt. És így nem igazán tudtam mit kezdeni a helyzettel, és ugye csak idegesített, hogy miért nem múlik már el ennyi ideje, mert ez már tehát hajnal utáni napközben volt, és most már olyan 4 óra, és még mindig, és még mindig. És akkor felhívtam a Karesznak szóltam, hogy mondom, mész edzésre a fiúkkal? Azt mondja, igen, megyek, de baj van. És akkor mondtam neki, hogy mi volt, hogy ennyi volt a pulzusom, de most se vagyok jobban, de mondom, mindegy, hívok akkor mentőt, vagy valami. Nem, le is mondta az edzést, azt mondja, csak mondd meg, hogy hova kell menni, és akkor elviszlek. És akkor elvitt be az ügyeletre, fölhívtuk az ügyeletet, és akkor azt, annyit mondtak, hogy menjek be, mert akkor egy EKG-t csinálnak mindenféleképpen, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet. Na, akkor leparkoltunk, de jó messze az ügyelettől, akkor mondtak arra, hogy sétáljunk el oda. Mondom neki, jaj, nem is jó fele jöttem mondni, na mindegy. Mondom, bazd meg, most 200-as pulzussal sétáltatsz itt engem. Na mindegy, akkor ugye elcsoszogáltunk oda, odaérek a izéhoz, a bejárathoz. Megállok a bejárattal szembe, mondom a Karesznak, bazd meg. Azt mondja, mi van? Mondom, nincs maszkom. Azt mondja, visszamegyek az autóba. Mondom, nem kell. Na, akkor talált egy maszkot a zsebébe. Azt mondja, de én akkor nem tudok bejönni. Mondom, az nem érdekes, ha engem kül megvizsgáljanak. Móni? Bementem,
a nőci kijött az asszisztens, hogy akkor majd bekísér, azt mondja, maga jött 100-ra, mondom, igen, Máza, én vagyok a szíves. Azt mondja, a tojkártyáját szeretném elkérni. Kiveszem a tojkártyámat, és kirántottam egy 10 forintos. Elkezdett gurulni a 10 forintos, begurult a radiátor alá. Aztán mondja, ne hajoljak le, ne hajoljak le, majd ő fölveszi. Már 4 kézláb kurkászott be, így a radiátor alatt az asszisztens. Mondom, hagyja már azt a rohadt 10 forintos, de nem hagyta. Jó, az öregek nem kellnek, hát akkor így jártatok. Hát ezt nem hiszem el. Faszom, ki van már. Na, aztán azt mondja, akkor na, kivette a 10 forintos, totál 4 kézláb tartja föl nekem. Azt mondja, ez lesz a maga szerencse, 10 forintos, a mondom, az. Tartom a kezem, hogy elvegyem, pak, megint kiesett a kezemből, akkor egy öreg bácsi kezdett el a 10 forintos után mászni, mondom, adják már azt a rohadt 10-es. Mert még ha 20 000 esett volna le, akkor azt mondom, hogy jó van. Na, de mindegy. Aztán akkor bementem, véroxigénmérő a zsebembe, aztán lefeküdtem az ágyra, hogy megcsinálják az EKG-t. Az kihullott a zsebemből a véroxigénmérő, szétesett darabjaira. Jaj, hol a sógornőm? Ott. Úgyhogy nagyon jól jártam, de majd még mesélek. Nagyon nehezen tudom ezt a vlogot befejezni, mindig valami történik. Na, a lényeg, ami történt, hogy csináltak egy EKG-t, és megvérnyomást mértek, 150 valamennyi per 90 körül volt a vérnyomásom, és azt mondták, hogy az EKG-m alapján minden rendben, tehát semmi ilyen eredetű, szíveredetű dolog nincs. Valószínűleg, hogy a stressz az, ami jól megkarcoltam, ami kiváltotta. De érdekes egyébként, nagyon nehezen jöttem helyre, szó. A közérzetem az úgy fos volt, tegnap egész nap, kaptam ott egy Betalok nevű gyógyszert, meg egy Frontint, aztán vettem be a Betalokot, azt ott be kellett vennem, víz is volt nálam, úgyhogy gyorsan ott a doktornő előtt bevettem, és akkor annyit mondtak, hogy a házi orvosnál jelenjek meg holnap. De nem tudtak időpontot adni, úgyhogy ma, holnap megyek. Tehát nem csütörtökön, hanem pénteken. 9:45-re van időpontom. Aztán majd meglássuk, hogy mi lesz. Bár én így utána olvasgattam a dolgoknak, és ott viszont azt írták, hogy a pánik roham, vagy bármi betegség, vagy nem tudom, az nem tud 200-as pulzust csinálni. Tehát, hogy az csak egy valami, nem tudom. Fogalmam sincs. Hát nem is volt még soha 200, tehát volt már, mondom, 100, talán 160 is, amit mértem, 162 vagy itt, de 200, sőt, talán 203 is volt, most nem vagyok benne biztos. És azért ez baromi ijesztő volt. Tehát ott tényleg azt hittem, hogy hát jó, ennyi volt. De aztán nem dögítem meg még. Utána így ment vissza a véroxigénem is, mert azt mondtam nektek, hogy 200 volt a pulzus, és ilyen 82 körül volt a véroxigén. Bocsánat, csak már kezdek fáradni. Úgyhogy utána visszaálltak az értékek. Ez is olyan érdekes, hogy
És abba azon az nap, tehát előtte, amikor ugye a Christopher is hányt, meg mi volt vele, és akkor én is így szarul lettem, utána elkezdtem így fázni, fáztam. Olyan volt, mintha lázas lettem volna, itt is van a lázmérő, mértem a lázamat, de nem voltam az, de nem is tudom, milyen belső láz, vagy minek mondják, hogy azt érzem, hogy lázas vagyok, de közben meg nem voltam az, de fagytam meg, hát. És ott mondtam mindenkinek, hogy hát fázok, megfagyok, hát de mondják, hogy meleg van, hát tök jó idő van. Mondom, én akkor is fázok. És enni meg nem eszek, szóval, hogy egyszerűen ma is hoztam a virágnak kínai kaját bonyhádról, a maskó megettem volna az egészet, amit meghagyott. Itt van szerelmem. Megszomja, aztán bármelyik bűhatsz. Igye, vizet, vagy teját. Gyönyörűségem. Szomjas voltál. Na, úgyhogy most arra fogok ráállni, hogy elkezdem szedni a Magne B6-ot. David, most aztán kiiszol mindent. Van három üvege, mindet végig kóstolja. A D-vitamint, Magne B6. Meg ilyen. Úgy, be voltam tegnap lassú, olyan nagyon izé. És még ma délelőtt is. Éjjel már jobbat aludtam, de felkeltem egy párszor, de délelőtt még olyan szar volt a közérzetem. Aztán délutánra egy egész jó, de most megint kezdtek ilyen, nem tudom milyen lenni. Na, de hát mindig valaki felhív, úgyhogy nem tudok a végére érni ennek a vlognak, de igazából más nem is nagyon tudok mondani. Nagyjából ezek történtek, úgyhogy ezért is nem volt videó. Mindig volt valami történés. Aztán most ezt feltöltöm, és akkor lehet, hogy még egyet feltöltök gyorsan, hogy kiderüljön már a CT eredményem is. Na, úgyhogy éljetek, ahogy tudtok. Arrivederci!